áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámasztása által. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Lukács evangéliuma 24. részének 13-tól a 43-ig terjedő verseiből. A Lukács evangéliuma 24. részének 13. és következő verseiben ezt olvassuk. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. Ezek azokról az eseményekről beszélgettek egymással, amik történtek. És miközben beszélgettek és kérdezgették egymást, maga Jézus is odafegődött hozzájuk, és együtt ment velük. A látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, nem ismerték meg őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre ők szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Azok így válaszoltak neki. Hát az, ami a názáreti Jézussal esett, aki proféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik hajnalban ott voltak a sírnál, de nem találták ott a testét. És azt beszélték, hogy angyalok megjelenését is látták, akik azt hirdették, hogy él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor Jézus így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen nehézkes a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt. Ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? És még abban az órában útra keltek, visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Azok elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket, békesség nektek. Azok megijedtek, és félelmükben azt hitték, hogy valami lelket látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg? És miért támad kételkedés a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg! És lássatok.
Mert a léleknek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta neki a kezét és a lábát. Mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és a szemük láttára megette. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünkbe fogadásán. Imádkozzunk. Olyan jó volt hallanunk, Jézus Krisztus, hogy a te első tanítványait sem tudták elhinni, hogy feltámadtál. Nem csak mi vagyunk ennyire hitetlenek. De jó volt olvasnunk most azt is, hogy te kedvesen, gyöngéden, s megfellebbezhetetlenül bebizonyítottad nekik, hogy élsz. Mutasd meg magadat most nekünk is. Ilyen módon mi nem tapinthatunk téged, de hiszük, hogy ugyanilyen valóságosan megállhatsz itt közöttünk is, és mondhatod nekünk is, békesség néktek. Nagy szükségünk van a te békességedre. Köszönjük, hogy te pontosan tudod, melyikünk milyen szívvel jött most ide. Kit milyen békétlenség rág. Ajándékozz meg minket, feltámadott élő Urunk, a te békességeddel, önmagaddal. Olyan csodálatos az, hogy kilométereken keresztül te magad magyaráztad a rád vonatkozó írásokat, és mégsem ismertek föl téged. Amíg meg nem nyitod a szemünket, mi sem látjuk, hogy vagy, és hogy ki vagy. Ezért a csodáért esedezünk most. Te magad magyarázd most nekünk az írásokat, és közben szent lelkeddel tégy bizonyosakká minket arról, hogy te élsz, behívhatunk az életünkbe, és a szomorúság örömmé, a kételkedés bizonyossággá, a küszködés, vergődés igaz életté válik. Ezzel ajándékozz meg most minket. Amen. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Amen. Hiszük, Urunk, hogy te hoztál új életet az embervilágnak, de tudjuk az igéből azt is, hogy mindannyiunknak személyesen kell ezt átvennünk tőled. Indíts minket most arra, hogy legyőzve minden félszegségünket, hitetlenségünket, tehetetlenségünket, tudjunk jelentkezni nálad ezért az ajándékért. Így kérjük újra, hogy nyisd meg a mi szemünket is, és lobbanj lángra a mi szívünket is, mint az első húsvétkor az Emmausi tanítványokért. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével a húsvéti örömhírt hirdetem néktek, írva található a Lukács evangélium a 24. részének 30-tól 35-ig terjedő verseiben eképpen. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Vajon nem gerjedezette a mi szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? És még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Azok elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Kedves testvérek, ez a jól ismert történet
az emmausi tanítványok négy tulajdonságát emeli ki. Szomorúak voltak, értetlenek voltak, aztán a Jézussal való találkozásuk után olvassuk, hogy megnyílt a szemük, és lángra lobbant a szívük. Az első kettőt maga Jézus állapítja meg róluk. Miért vagytok ilyen szomorúak, és hogy lehet, hogy ilyen értetlen és nehézkes a lelkedek? A másik kettőt az evangélium mondja már el, miután Krisztussal találkoztak, megnyílt a szemük, és lángra lobbant a lelkük. Így húsvét táján sok emberben újra és újra kérdésessé válik az, hogy valóban feltámadott-e Jézus a halálból. S ha igen, hogyan lehetséges ma hasonlót átélni? Mint Mária, ott a jeruzsálemi temetőben, mint Péter, aki találkozott vele, mint az emmausiak, akik kis otthonukban rádöbbennek, hogy valóban ő az, mint a 11, akik szintén nem akarják hinni, hogy igaz, hogy ő feltámaszt, és azután felismerve őt, megtelik örömmel a szívük, hogyan élheti át ma valaki a Krisztussal való találkozást. És hogyan hathat ma rejánk a feltámadott Krisztus? Elolvassuk ezeket az evangéliumi történeteket, esetleg nem kételkedünk az igazságukban, de mi közünk nekünk ehhez? Segíthet-e rajtunk a feltámadott Krisztus? Mivel ma is ilyen formán történik mindenkinek az élő Krisztussal való találkozása, ezért van értelme annak, hogy kicsit közelebbről is megnézzük, kik voltak ezek a tanítványok, ezek a hozzánk nagyon sok mindenben hasonló emberek, és hogyan lett szomorú és értetlen tanítványokból megnyílt szemű és Krisztusért lobogó két ember. Hát miért voltak ők szomorúak? Azért, mert azt hitték, hogy Jézus a sírban marad. Gyanútlanul mentek föl a nagy páska ünnepre Jeruzsálembe, megdöbbenve látták a nép és az egyház vezetőinek Jézussal szembeni gyűlöletét, borzadva kellett végignézniük Krisztus keresztre feszítését, és ezzel minden reménységük oda lett. Tulajdonképpen jó okuk van a bánatra. Minden okuk megvan a bánatra. El is mondják ezt itt Jézusnak. A názáreti Jézus nagy próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten előtt. De átadták a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Most már azonban nincs miben és nincs kiben reménykednünk. Túl vagyunk mindenen. Semmi jót nem várhatunk már. Megyünk haza. Morzsolgatjuk a napjainkat tovább is, de beárnyékolja ez a szörnyű tény, hogy aki segíthetett volna, nincsen többé. Pedig mi azt reméltük. A csalódottságnak, a rezignációnak, a szomorúságnak, a csüggedésnek a kifejezése ez. Megrendült az élet értelmébe és az erkölcsi igazságba való hitük is. Ha ez megtörténhetett, most már bármi bekövetkezhet. Nem a mi lelki rajzunk ez? Ó, de sokan morzsolgatják a napjaikat úgy, hogy közben a szívük mélyén ez zakatol, hogy vége, vége, vége. Hogy már semmi jót nem lehet várni. Ezután már csak rosszabb jöhet. Hogy semmi okuk nincs az örömre, de minden okuk megvan a szomorúságra. Némelyek még hangoztatják is, hogy őket nem lehet megvigasztalni. Ez az Emmaus nevű falucska 11 kilométerre volt Jeruzsálemtől nyugati irányba. Azt olvassuk, hogy délelőtt még Jeruzsálemben hallották az asszonyoktól a különös hírt, hogy Jézus sírja üres, sőt angyalok jelenését látták, és azok azt mondták nekik, hogy Jézus él. Naplementekor pedig már otthon vannak, és kérlelik az ismeretlen utitársat, hogy szálljon náluk.
Tehát nyilvánvalóan délután indulhattak el haza, és így mentek hazafelé, szemben a lemenő nappal, nyugati irányba. Ez a kép hülyen szemlélteti lelki állapotukat is. Napjuk leáldozóban van. Alkonyodik. Egyre sötétebb lesz. És aztán jön majd a teljes sötétség. Ez így szokott lenni minden nap. Ma is nyilván így lesz. Szemben a lenyugvó nappal. Kifelé. Abból a napból, kifelé az eseményekből, kifelé az életből. Túl vannak már mindenen, ami éltetheti az embert. Túl a reménységeken, és túl csalódásokon. Nem ismerős ez a lelki állapot nekünk? Csalódások idején, szenvedésekben, megszégyenítések, megaláztatások idején, gyászban, magányban, betegségben, az öregedés jeleit észlelve magunkon, a legtöbb ember küszködik ezzel. Kifelé megyünk az életből. Alkonyodik. Szemben a lenyugvó nappal. Napunk előbb-utóbb leáldozik. Az már aztán más kérdés, hogy ki hogyan dolgozza föl ezt. Van, aki beletörődik, van, aki szép elméletet gyárt hozzá, van, aki az alkoholos üveghez nyúl, van, aki tiltakozik ellene, mások azt mondják, hogy még utoljára kiélem magam, ez már szinte mindegy. De olyan sokan küszködnek ezzel a lelki helyzettel. Testvérek, húsvét reggelén Isten igéjétől fölhatalmazva hirdetem nektek, hogy aki igazán hiszi azt, hogy Isten Jézust feltámasztotta a halálból, az nem az éjszaka felé halad, hanem a nappal felé. Az nem a leáldozó, lenyugvó nappal szembe megy, hanem a felkelő nappal szembe. Nem véletlenül kezdi ugyanez a Lukács az evangéliumát úgy, hogy Jézus eljövetelét így jelenti be, Istenünk könyörülő irgalmából meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétben és a halál árnyékában lakoznak. Nem szép szólamokat akart mondani az a szép középkori ének, amely Jézusról így beszél, hogy Jézus Krisztus szép fényes hajnal, ki feltámad új világgal, és megáldott minden jókkal. Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten előtt közben járunk, szép koronánk, ékességünk. Aki hisz Jézusban, az élő, a velünk járó Jézusban, az soha nem kifelé megy az életből, hanem befelé megy. Mert vele megy, és ő maga az élet. És menet közben ő hozzá egyre közelebb lehet kerülni. Egyre teljesebben övé lesz az élet. Mert egyre teljesebben összekapcsolódik élete Krisztuséval. És egyre hatalmasabban él benne hit által a Krisztus. És annak a számára igaz lesz az ige, hogy az igazak fénylenek, mint a kellő nap, amely minél magasabbra halad, annál fényesebb lesz, egészen a teljes délig. Krisztust követve nincsen nap lemente. Krisztust követve nő a világosság egyre inkább. És ha egyszer majd csak ugyan leáldozik a mi napunk, és utolsó dobban a szívünk, akkor látjuk meg az igazi világosságot, a színről színre látást. A feltámadott Krisztusban hívő embernek ez a perspektívája. És ez akkor is igaz, testvér, ha napról napra azt érzed, hogy fogy az erőd, hogy ahogy nő az éveid száma, úgy leszel egyre erőtlenebb. Akkor is igaz, ha napról napra egyre több gyászjelentést hoz a posta, fogynak a régi barátok, osztálytársak, rokonok. Akkor is igaz, ha végigmehetsz a régi munkahelyen úgy, hogy alig ismernek már meg, pedig annak idején úgy búcsúztattak, hogy mindig emlékezni fognak, és úgy gyere, mint aki hazamegy, vagy ha végigmehetsz a szülőfalud, város, az utcáján úgy, hogy nincs, aki köszönjön, akkor sem az az igaz, hogy kifelé, kifelé, vége, vége, aki Jézussal jár, az egyre beljebb megy az életbe.
az nem a lenyugvó nappal néz szembe, hanem a felkelővel. És hogyha valaki nem ezt éli át, hanem éppen az előbbi szomorúság szorongatja, akkor annak úgy hangzik a húsvéti evangélium, hogy meg lehet fordulni. Ezeket az emmausi tanítványokat elvakíthatta az, hogy szemükbe sütött a nap. A nyugaton leáldozó nap, amelyikkel szembe mentek. Talán ezért sem ismerték fel hamarabb Jézust. De aki megfordult, Jézus utánuk jött, azt olvassuk az igében. Aki megfordult, az Jézussal találja magát szemben, és annak az életében még a lenyugvó nap is Jézus világítja meg. És felragyog néki a Krisztus. Úgy, mint a Sió Máriának húsvét hajnalán a jeruzsálemi temetőben. Aki ott hirdogált, hogy elvitték az én uramat, és hol találom meg, tudnék az én uram hol tették, azt kiadta, Jézus ott állt a háta mögött. És amikor megfordult, azt gondolván, hogy a templom őre, a kertész az, megkérdezte, hogy nem tudod-e, hol van, Jézus a nevén szólította Mária. Erről ismert rá. Meg lehet fordulni. Akkor is, ha valaki olyan nagy szomorúsággal ül itt, hogy szembefordult vele a tulajdon gyermeke, hogy talán nem régen temette el a párját, hogy minden arra emlékezteti, hogy ő rá már senkinek sincs szüksége, ha úgy érzi, hogy jó oka van arra, hogy megrendüljön a hite az élet értelmében és az erkölcsi igazságban, annak is azt hirdeti ez az ige, hogy nem kifelé, hanem befelé mehet az életbe. Ha nem egyedül megy, hanem Jézussal. Vissza lehet fordulni. A nap támadatot elküldte nekünk Isten a magasságból. És akinek az élet Krisztus, annak még a meghalás is nyereség lesz. Mert megszabadul mindattól, ami mégiscsak nehézé teszi ezt az életet és beárnyékolja ezt. Ezért támadott föl és elevenítetett meg Krisztus. Ezért, hogy a részt üssön a halálnak az áthatolhatatlan falán, és azon a résen mi mindnyájan követhessük őt biztos léptekkel, akik hiszünk benne. Nélküle, egyedül, mindig minden okunk meg lesz a szomorúságra. Vele, őre jár nézve, eljuthatunk oda, ahova ezek az emmausi tanítványok, hogy a végén az öröm miatt nem tudnak már szóhoz jutni, és az öröm miatt nem tudják hova tenni a köztük megjelent feltámadott Krisztust. Szomorúak voltak. Jézus megkérdezi, miért vagytok szomorú áprázattal. Tőlünk is ezt kérdezi most, ha egyszer minden okunk megvan arra, hogy örvendezzünk, vígadjunk, mert Krisztus lett a vígaszunk, akkor vajon miért vagyunk szomorú áprázattal? Nyilván azért, mert nem lett még Krisztus a vígaszunk. Mert nem kell nekünk. Az a Krisztus, akinek a megjelenése már tényleges vígasztalást, örömöt, célt, lendületet ad minden ember életének azóta is. Nem kell így hazamennie senkinek, ahogy idejött. Ha megfordul, és Jézusra néz. Kép nélkül, ha hiszi azt, amit Isten igéje ő róla mond. Akár itt most behívhatja valaki az életébe a feltámadott Krisztust. Próbálja ki, hogy csak ugyan feltámadott-e és éle. Meghallja-e ezt a kérést, ezt az őszinte és hitből fakadó kérést. És aki amiatt volt elkeseredve, hogy ő már senkinek nem lehet használva, őre jár senkinek nincs szüksége, az átéli, amit az emmausiak, hogy egyszerre küldetése lesz, mondani valója lesz, használja Jézus, mert közben megnyílt a szeme. A másik tulajdonságuk, amit Jézus említ, az, hogy értetlen és nehézkes szívűek. Hogy lehettek ilyen értetlenek és nehézkes szívűek, hogy nem hiszitek el, amit a proféták Krisztusról mondtak? Miért voltak értetlenek? Azért, mert azt hitték, hogy csak annyira lehet érteni a Bibliát, ameddig ők eljutottak. Jézus csodálatos isteni bölcsességgel lelki gondozza itt őket. Először beszélteti. Megkérdezi, hogy miért szomorúak és miről beszélgettek.
utána mintegy fölrázza az álmukból, a ájultságukból őket, és ilyen keményen rájuk szól, hogy hogy lehettek ilyen éltetlen és nehézkesztigiek. És utána elkezdi magyarázni Mózestől végig mindazokat az igéket, amik az eljövendő szabadító messiásra, vagyis őre jár vonatkoznak. A Krisztus igéket az Ószövetségből. Testvérek, azóta is minden igaz hit a Szentírás helyes értelmezésére épül. Az alaposan jól ismert Bibliára épül az a hit, amely gyógyulást ad az életnek. Jézus bebizonyítja nekik, hogy róla szól az egész Biblia. Az Ószövetség is. És ott van világosan megírva, hogy miért kell a Krisztusnak meghalnia, emlékezzünk a tegnap előtti igeszolgálatra, és miért kell feltámadnia, és nem maradhat a halálban. Ott van világosan. Hogy lehettek ilyen értetlenek és nehézkes szívűek? Tudták ezt a tanítványok, amit Jézustól hallottak, hát ismerték ők a Bibliát. Sokszor hallhatták már másoktól is ezeket a proféciákat. És ismerik ők Jézus élete történetét is. Hát ők maguk mondják el neki, hogy hogyan feszítették meg, hogy mit mondtak az angyalok az asszonyoknak, az asszonyok a tanítványoknak, a tanítványok ő nekik, hogy senki se hitte el az előzőnek, amit mondott. Hát sok mindent tudnak ők. Csak éppen az érvényes rájuk, amit a zsidókhoz írt levélben így olvasunk, ők is hallották az evangéliumot, de nem párosították hittel azt, amit hallottak. Ó, de sok mindent hallottunk már mi, ami nem párosult hittel a szívünkben. Hallottuk. S legfeljebb odáig jutunk el, mint az emmausiak, hogy némely asszonyok is azt mondták, hogy. De hát ki tudja, hogy igaz-e. A sír ugyan üres, de Jézust nem láttuk. Nem biztos, hogy igazat mondta. Nekik ugyan angyalok mondták, hogy él, de hát ennek nincs tanulja. Ezt csak ők mondják. És azt hitték, hogy csak addig annyira lehet ismerni a Bibliát, mint ameddig ők eljutottak. Ez az ige azt kérdezi most tőlünk, hogy mennyire ismerjük mi az Isten kijelentését. Mi is sok mindent tanultunk, hallottunk belőle, beszéltünk róla talán másoknak is, de meddig ismerjük mi a kijelentést? Vajon számunkra is nem csak addig igaz a Krisztus történet, hogy a názáreti Jézust X okok miatt keresztre feszítették? Ez a felszín. Ehhez még nem kell hit. Ez tény. Ennek sok tanúja volt. Hit ahhoz kell, amit ehhez Isten kijelentése fűz, hogy őt helyettem feszítették keresztre. Itt már mélyebb rétegekben vagyunk, a kijelentés mélységében. Hiszed-e ezt is? Hiszed-e azt, hogy neked azért nem kell elkárhoznod, mert a názáreti Jézus vállalta a kereszthalált? Ehhez már hit kell. Életet formáló erővé itt válhat a Szentírás. Meddig ismerjük mi Jézus történetét? A húsvét is beletartozik? Hiszük mi azt csak ugyan, hogy feltámadott? Akkor számolni kellene az ő erejével, jelenlétével. Hiszük mi a folytatást is, hogy Krisztus története a mi történetünkbe tolkollik? Hogy az én feltámadásom és új életem, örök életem is ebből következik? Mennyit hiszünk mi a Bibliából? Az egész Krisztus ügy vajon nem úgy él bennünk, mint ahogy valaki nagyon őszintén mondotta a múlt héten, hogy kérem, ez képes beszéd, és az Ószövetségből befülemkedett gondolatok. Akkor maradt szomorú, mint az emmausi tanítványunk. Akkor tényleg nincs okunk az örömre. És akkor Jézustól megkapjuk mi is, hogy hogy lehettek ilyen értetlen és nehézkesztigű emberek. Ti, akik pedig sok mindent ismertek az írásról. Persze sehol sem mondja a Szentírás, hogy az értelmes szív és a hit az velünk született adottság lenne. Mindannyian értetlen és nehézkesztívvel születünk. Isten csodája az, amikor valaki érteni kezd.
De ezért mi is tehetünk valamit. És erről szól ez az ige még végül. Ezek az emberek nem elégedtek meg ennyivel. Nem elégedtek meg azzal, hogy kezdett fölmelegedni a szívük Jézus ige magyarázatát hallgatva. Hanem behívták őt az otthonukba. Unszolták, így olvastuk. Nem engedték el. Még tovább akarták hallgatni az igét. Szerették volna igazán megismerni őt. Sok minden talán nem is volt egészen tudatos az ő unszolásuk rugói közül. De föltámadt a szomjúsága, vágy, hogy nem szabad elszalasztani az alkalmat. Ki ez az ismeretlen utitás? És akkor következett be az, amit kétszer is olvastunk már ma, hogy ott az asztalnál ülve Jézus megáldotta és megtörte a kenyeret, nekik adta, erre megnyílt a szemük, és felismerték őt. Ez a hitnek a születése. Ez titok. Ez mindig csoda. Soha nem az ember teljesítménye, mindig az Isten teremtő csodája. Az ige gyújtja lángra a szívüket, Jézus Krisztus támaszt hitet a lelkükben. Egyszerre észreveszik azt, ami addig is ott volt a szemük előtt, de addig nem ismerték fel. Egy kedves, rokon szenved utitás. Milyen kedves, hogy így együtt érez velük, és milyen jól magyarázta az írásokat. De hogy ő a feltámadott Krisztus, erre nem gondoltak. És most egy szempillantás alatt bizonyosak benne. Senki nem bizonygatta nekik. Isten szent lelke győzte meg őket. Az a lélek, akit így érzik Jézus. Néhány versen később olvassuk, hogy mennyei erővel felruháztattok. Ő tette világossá mindazt, ami addig is világos volt, csak nem látták. Addig sok minden a szemükbe sütött és elvakította őket. Most egyedül Jézusra néztek már és láttak. Érdemes összehasonlítani ezt a két embert ezután, ahogy azon mód sötét éjszaka futnak vissza Jeruzsálembe, fárasztan viszik a hírt, és ahogy elindultak onnan délután. Micsoda változás! Pillanatok alatt. Jézus nélkül, vagy Jézussal. Amikor a szomorú örül, az értetlen érti a kijelentést, a néma megszólal, és a fáradt, függet embernek egyszerre mondani valója és küldetése van, s viszi az örömhírt, hogy miként beszélt velünk az úton, és hogyan ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Nem arról beszélgetnek már egymással, hogy mások milyen gonoszságot követtek el Jézus ellen, hanem arról beszélnek másoknak, hogy Jézus mit tett értük és velük. És közben maga Jézus munkálkodik már általuk, és tett belüssé, örvendezővé más szomorú embereket is. Nem emberi teljesítmény. Ez az Isten csodája. De lehet őt unszolni, behívni, kérlelni. Ezt legalább megtesszük-e. Mert testvérek, hogyha ez ismeretlen a számunkra, hogy mi ilyen örömmel, ilyen üdén, ilyen belső meggyőződéssel tudunk beszélni másoknak az élő Krisztusról, aki tud segíteni, szabadulást adni, aki szeret személyválogatás nélkül mindenkit. Ha ez hiányzik az életünkből, akkor annak nem csak az az oka, hogy fáradtak vagyunk, hanem az, hogy üresek vagyunk. Hogy nincs bennünk ez a Krisztus. Hogy sok mindent hallottunk róla, sok mindent el is tudunk mondani róla, úgy, mint ők itt Jézusnak magyarázták az ő megfeszítésének a történetét, csak éppen nem nyílt még meg a szemünk, és nem lobbant lángra a szívünk. Még nincsen nekünk Krisztusért lobogó lelkünk. És nincsen nekünk szellemi látásunk, amivel érzékeljük az ő valóságát, közelségét, és mindenki iránti nagy szeretetét. Ezért nincs mondani valónk. Ezért szégyeljük a Krisztus evangéliumát, ezért nem őt képviselve járunk ebben a világban. Pál apostol nagyon élesen fogalmaz, amikor a húsvéti tanítás ilyen formán megírja a rómaiaknak, ha te Jézust Úrnak vallod a te szívedben, és száddal
megvallott, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözült. Nem különös? Ez az üdvösség feltétele. Szívemben hiszem, hogy Jézus Úr. A számmal pedig elmondom másoknak is, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból. Úgy, mint az Emmausiak. Ezt nem lehet parancsra, ezt nem lehet iskolában megtanítani, és aztán a végbizonyítvány kiállítása után foglalkozás kerüljön ízni. Mindig újra inunkba száll a bátorságunk, és elügyetlenkedjük, és valami más mondunk helyette, és nem lesz ereje. Ezt csak az újjászületett ember tudja tovább mondani, aki igazán befogadta az életébe Jézust, akinek megnyílt a szeme, az viszont nem tud más mondani. Akármiről van szó, ez a legfontosabb és legigazabb jut eszébe. Hogy Jézus téged is szeret, érted is meghalt, neked is életet készített, itt kínálja neked, kérde. És aki ezt a szolgálatot elkezdi, az napról napra tapasztalja, hogy csak ugyanez a megoldás a legkülönfélébb emberi nyomorúságokra. És egyedül a feltámadott Krisztus ereje tud ma is megfordítani embereket. Akik haladnak, úgy gondolják kifelé az életből, és valóban kifelé, szembe a biztos halállal, a kárhozattal, egyedül Krisztus ereje tudja megfordítani őket, és tenni örvendezővé, evangélium hirdetővé, és lesznek örömmondók és békekövetek. Kerestem egy nem vallásos kifejezést, ami találóan jellemezheti ennek a két emmausi tanítványnak a lelki állapotát húsvét után, a Krisztussal való találkozás után. Sok más is lehetne mondani, de azt hiszem ez nagyon jellemző rájuk, hogy öntelep emberekké váltak. Addig mindvégig önmagukkal voltak elfoglalva. Mi azt reméltük, hogy most már nekünk nincs mit remélnünk. Velünk milyen nagy tragédia történt. Nekünk most már minden okunk megvan a búbánatra. Itt meg nem magukról beszélnek, hanem arról, hogy ő mit magyarázott az úton, és ő hogyan ismertette meg magát a kenyér megtöréséről. Hogy ő feltámadott, és őt várhatjuk bármelyik pillanatban. Ami egyik nagy betegségünk, talán a legnagyobb az, hogy mindig önmagunkkal vagyunk elfoglalva. Az újjászületett ember önfelett emberré válik. Mint a gyerek. A gyerek tud igazán önfeletten játszani és élni. Jézus azt mondja, hogy ha olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, ebben talán ez is benne van. Akarunk-e ilyen önfeletten örvendező, másoknak szolgáló, örömhírt vívő húsvéti emberekké válni? Ha igen, akkor ne maradjon ez álmodozás, és ne halogassuk, így mit halogatnunk, minden percért kár. Akkor most, még ma, gondolja végig mindenki ezt, és merje ezt az egymondatos imádságot, igaz hittel elmondani Jézusnak, bús szégyennel behívunk, az ajtónk nyitva már, jöjj Jézus, jöjj, ne hagyj el, a szívünk válva vár. És erre ő igennel fog válaszolni. Feleljünk azzal az énekkel az ige megszólítására, amely erről a változásról szól. A megkezdett 356. ének 4. és 5. versét énekeljük. A nap, a föld, minden mi él, ma búz, örömmel felcserél, mert a világnak zsarnoka nem kelhet többé fel soha. Halleluja! Nélküled nem tudunk mi vígadva élni, Urunk Jézus Krisztus. Nélküled még nevetés közben is fáj a szívünk. És olyan sokszor ránk szakad az a szomorúság, hogy kifelé megyünk az életből, hogy sok mindent már nem tudunk megvalósítani. Köszönjük, hogy mellénk szegődsz ezen az úton, megszólítasz minket, nekünk is magyarázod az írásokat. Köszönjük, hogy neked van hatalmad ma is bármelyikünk szemét megnyitni, és hideg, hűvös, közönös szívét lángra lobbantani. Így könyörgünk most hozzád, maradj velünk. Ne hagyj magunkra minket, hadd ismerjük meg egészen téged, s változzék a mi szomorúságunk igazi örömre, hadd telítődjék meg a mi szívünk, azzal a tűzzel, amit te adtál,
annak idején a te első tanítványaidnak, s azóta olyan sokaknak. Tölts meg minket egészen önmagaddal, szent lelkeddel, szeretettel, üzenettel, erővel. Mutasd meg, hogy hol és hogyan tudsz minket használni. Taníts meg minket szüntelenül rejád nézni, hitben járni, hitből élni. A te ígéreteidet, kijelentett szavadat egyre mélyebben érteni. Tégy minket husvéti emberekké, ígéretet szerint. Amen.